zenekar dallamai és a Palóc Néptánc Együttes előadása színesítette a 18. Nógrádi Vármegye nap alkalmából szervezett ünnepi vármegyei közgyűlést, melynek idén Karancslapújtő adott otthont. A település művelődési háza zsúfolásig megtelt a meghívott vendégekkel, akiket elsőként Karancslapújtő polgármestere köszöntött. Sikereket csak támogatással, összefogással, együtt gondolkodással, közös célok kitűzésével lehet elérni, és büszkén mondom, hogy a Karancsvölgyében ez az összefogás már számos területen megvalósult. A települések vezetői, a vármegye vezetőivel és az itt élő emberekkel megpróbálnak együtt haladni előre. És gyönyörű megnyilvánulása a közösség összetartásának a mai immár 18. alkalommal megrendezett Vármegye nap is, ahol a nógrádiak együtt vannak, önfeledten ünnepelnek, és azt érezhetik, hogy egy nagy családhoz tartoznak. Kívánom, hogy ez még nagyon sokáig maradjon így, a jó palócok földje tartson meg minket békében, barátságban. Ezután Balla Mihály a Karancslapújtőt is magába foglaló nyugat-nógrádi választókerület országgyűlési képviselője mondta el ünnepi gondolatait. Azt gondolom, hogy azzal, ahogy itt gondolkodnak az emberek, ahogy nagyon sok szervezetnek, civil szervezetnek, helyi közösségnek, önkormányzatnak, vagy akár intézményeknek, vagy különböző állami szervezeteknek a hozzáállása ehhez a világhoz, azt is mutatja, hogy megvan az erő, megvan a háttere annak, hogy ezeket a feladatokat a következő időszakban is leküzdjük. De ez csak egyféleképpen lehet, hogyha otthonként tekintünk erre a földre, vagy azt szeretnénk, hogy mások is találjanak itt otthonra. Ehhez nagyon sok teendőnk van még, de az, hogy évről évre összejövünk, és a vármegyei közgyűlés számára nagyon fontos, hogy országvilág előtt bemutassuk az értékeinket, a nógrádikumokat, sőt, nekünk van hungarikumunk is. Hogyha ezeket bemutatjuk, akkor azt láthatják mások, hogy itt közösségek vannak, amelyek összekapcsolódnak, amelyek erősítik egymást, és ezekben a közösségekben az emberek teszik a dolgukat. Végül, de nem utolsó sorban ünnepi beszédet mondott Nógrád Vármegye közgyűlésének elnöke is. Ha már az élet nagy tanító mesterét, a történelmet említettem, be kell vallanom, hogy évről évre örömmel tölt el, hogy a Vármegye nap időpontjául az 1705-ös Széchenyi országgyűlés legfontosabb napját választottuk. Azt a napot, amelyen II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választották. Nagy nap volt az a város, a vármegye, a haza és a nemzet életében is. A vármegye napok alkalmával ünneplésünk fényéből a legfényesebb nyaláb illesse is mindenkor azt a bizonyos 1705-ös napot, illetve annak főszereplőjét, az örök magyar szabadságvágy egyik legnagyobb képviselőjét, a nagyságos fejedelmet. Az eseményen adták át a Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjakat és címeket. A díjazottak között jó néhány salgótarjáni kötődésű személy is volt, róluk külön riportban számolunk majd be. Az ünnepi közgyűlést követően a Vármegye nap a művelődési ház melletti parkban folytatódott, ahol elsőként Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Mint önök is jól tudják, ahogyan az imént elhangzott, hazánk tölti be az év második felében az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, és ebből az alkalomból indította a Kulturális és Innovációs Minisztérium országos programsorozatát, ahol egy-egy településen bemutatkozva a helyi érték a helyi rendezvényekre alapozva, ahhoz csatlakozva gazdagítjuk programkínálatunkkal ezekkel az eseményeket. A Vármegye nap gazdag és egyedi eseményei tökéletesen megjelenítik mindazt, amiért ez a program útjára indult. Büszkeségünket kulturális értékeinkre, szellemi, tárgyi örökségünkre, valamint a helyi hagyományok jelenben történő megélésére. Ez az esemény jó példa arra, hogy csak erős és szülőföldjére büszke közösség álmodhat reményteljes jövőt. Köszöntőt mondott Becsó Zsolt, Kelet-Nógrád országgyűlési képviselője is. Lassan most már 20 évre tekint vissza, hogy közös bölcsességgel néhányan
leültünk az akkor még megyeházán, és meghoztuk azt a döntést, hogy az identitásunk erősítése érdekében jó lenne kijelölni egy napot az év 365 napjából, amikor a megye lakossága, a polgárok, a civil szervezetek, a különböző közösségek együtt ünnepelhetnék ennek a megyének a fantasztikus jelenét, visszatekinthetnénk a mögöttünk hagyott évszázadokra, és erőt meríthetnénk a jövő építéséhez. És akkor, közel 20 évvel ezelőtt, amikor megszületett a döntés, akkor keresnünk kellett egy szimbolikus eseményt, amihez tudtuk kötni a megye napot, és ez a szimbolikus esemény a 1705-ös Széchenyi Országgyűlés volt, az a nap, amikor a fáma szerint vezélő fejedelmi választották második Rákóczi Ferencet. Úgyhogy ez szeptember 20-a volt. És az idő igazolja, hogy ez egy jó döntés volt. Végül megosztotta ünnepi gondolatait a parkban is Balla Mihály és Kuczi Nándor is. A protokoll eseményeket követően a szórakozásé lett a főszerep a parkban. A Vármegye napon nógrádi települések sokasága vonult fel, mutatta be értékeit és gasztronómiáját az érdeklődőknek egy kis kóstolóval megspékelve. De az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos programsorozat keretében is számos különlegességgel találkozhattak az érdeklődők. Mindeközben a színpadon egészen estig egymás után következtek a különböző kulturális programok.